estét kívánok, kedves nézőink! Előző adásomban Szent István királyról beszélgettem meghívott vendégemmel, Pap Gábor művészettörténész tanárúrral. Most önnel szeretném folytatni a műsort, hisz nem tudtuk befejezni, kevés volt a műsoridő. Köszöntöm tanár úr itt a műsorunkban, köszöntöm itt a stúdióban. Szeretném folytatni önnel a Szent István királlyal készített műsorunkat, és előző műsorunkban ott hagytuk abba, hogy apostolnak is elismerték Rómában Szent Istvánt, és innentől átadnám önnek a szót. Hát itt megint írott forrásra lehet hivatkozni. Ez a 1100-as években, tehát már nem Szent István korában, de már nem is az ő századában született Szent István legenda, ez az úgynevezett Hartwig püspök féle, és abban, amikor leír egy korona küldési szertartást, pontosabban egy folyamatot, amit hát a mai Szent Koronára szoktak vonatkoztatni, más kérdés, hogy milyen joga, de ebben most nem menjünk bele, mert ez egy hát egy elég messzire vezető kérdés. Egy biztos, hogy viszont ebben le van írva, és hozzáteszem, hogy a Vatikán máig ezt ismeri el hitelesnek. Tehát az teljes szöveganyagával együtt komolyan veszi, ami abban le van írva. És abban, amikor elbocsátja a magyar követeket, az akkori pápa, akit nem nevez meg, tehát aki erre azt mondja, hogy ez második Szilveszter, hát annak illene bizonyítani, mert az a lengyel király, akit viszont megnevez, az nem volt se második Szilveszternek kortársa, se Szent Istvánnak. Tehát itt vigyázni kell az időrendre, de egy biztos, hogy az a pápa, akit akkor magyar követeknek ad egy koronát, az a következő mondatokkal adja, azt mondja, hogy menjetek haza és mondjátok meg az uratoknak, hogy még mi, azaz a pápa, csak apostolikus vagyunk, addig a ti uratok maga apostol. Ezt nem lehet félreérteni. Itt csak egy kérdést kell föltenni, de senki nem teszi föl. Melyik a magasabb szint? Az apostol, vagy az apostolikus, vagyis apostoli? Teljesen egyértelmű. Hát valószínűleg ezért nem szabad föltenni. Tehát van még néhány ilyen teljesen egyértelmű dolog, amire nem szabad rákérdezni. Na ez például az egyik ilyen. És ennek a nyomait mi ismerjük a történelemben, hogy ezt nagyon is komolyan vették a magyar királyok is, de dicséretükre szóljon a pápák is. Tehát igenis a magyar királynak, mint apostolnak joga volt opponálni pápai rendelkezést. Ha az ránk vonatkozott, tehát a magyar királyság területére vonatkozott. És ez egy nagyon fontos kérdés, mert ezzel a jogkörrel még Ferenc József is élt. Tehát az utolsó előtti koronázott magyar király még élt ezzel a jogával. És nagyon fontos kérdésben élt vele. Na, más, most ebben tényleg nem menjünk tovább. Ez az apostol címet indokol, és megint hangsúlyoznám, jelenleg is a Vatikán részéről ez számít hiteles Szent István legendának. Tanár úr említette, és ezt én is jól tudom, sőt, biztos vagyok benne, nagyon sokan jól tudjuk, hogy vannak olyan kérdések a jelen életünkben, amikre a legfinomabb jelző talán az, hogy nem illik feltenni, de hogyha fölteszünk bizonyos kérdéseket, akkor a lehető legdurvább jelzőkkel szokták ilyenkor az embereket illetni. Szent Istvánnal kapcsolatosan is, hogy nem illik feltenni bizonyos kérdéseket, ez annak tudható be, hogy itt is él a történelem hamisítás, amit már egy több műsorunkban is kifejtettünk? Hát igen, én mondjuk nem arra helyezném a hangsúlyt, ami a rossz, tehát ami a torzítás maga, hanem az, hogy miből torzították, tehát magyarul, hogy mi az, ami viszont a jövő számára, számunkra hát egyfajta útmutatású szolgálat, tehát mi a hiteles. És ennek keresem meg a bizonyítékait, amennyiben vannak írott bizonyítékai, másod-harmad fokon pedig hát ugye a legendás, vagy a mondabeli bizonyítékok. Ezek is bizonyítékok, csak ezek már áttételesek. De az oklevelesekben nem lehet vitatkozni. Tehát ennyi a válaszom. Nyilvánvaló, hogy nem fogják kihagyni azt az egyik kulcs mozzanatot a magyar történelemben, amikor egy tényleges átállásról van szó. Csak én ezt egész másképp látom, mint ahogy ezt nekünk ma beállítják. Ugyanis erre tényleg szükség volt. Nem nekünk volt szükségünk, hanem a maradék európai népességnek, pontosabban eurázsiai népességnek. És hogy nekünk miért kellett ezt meghozni, ezt az áldozatot, amikor pedig teljesen pontosan tudhattuk, hogy az eredeti kereszténység volt az, ami a mi vallásunk, és ami egy valóban jövőbe mutató vallás. Tehát aminek a norma, hogy mondjam, fővonulata,
az az, hogy szeretsz ellenségeidet is, és ha kell, értük is hozzá áldozatot. Na, ezt az áldozatot hozta meg a magyarság az összes többi népén Európában. Nem tudom, értető. Tökéletesen. De ha ezt én így kimondom, hát akkor én nem tudom, én a legkevesebb, hogy rasszista vagyok, vagy magyarkodó vagyok, vagy nem tudom még, mit lehet rám mondani. Én meg csak annyit tudok mondani, de drágáim, legyen nektek a tiétetek szerint. Engem annyira nem érdekel, hogy ti mit, milyen sarakat dobáltok rám, ez egyáltalán nem érdekes. Hát vegyétek már észre, érdektelenek vagytok. Tehát egy normális magyar ember csak két ilyen mondatot hall, akkor utána néz. Mert eddig azt hittettétek el vele, hogy nem lehet utána nézni. Én meg azt mondom, hogy de igen. Sőt, megadom a forrást is. És utána fognak nézni. Tanár úr, régóta foglalkoztat az a gondolat, hogy ugye úgy tanítják az iskolában, én gyerekkoromban így tanultam, hogy Szent István király volt a mi államalapítónk. Ugye elkezdem gondolkodni, akkor rájövünk arra, hogy ha ő Attilának az örökébe lépett, mint törvényes leszármazottja, és tudjuk nagyon jól, Attila hunoralkodó, hogy igen nagy birodalomnak volt a vezetője és feje, az első talán a szakrális uralkodók közül, akiről tudomásunk van, akkor bennem felvetődik a kérdés, hogy lehet, hogy nem Szent István volt az államalapítónk, és ezt csak tanítják? Mert ebben az esetben nem ezer éves a magyar állam, nem ezer éves a magyar társadalom. Ezzel a kérdéssel hogy állunk? Benne van megint a kérdésben a válasz. Nekem nagyon megkönnyebbedik itt a dolgom. Tudni, az a helyzet, hogy az állam fogalmát kellene egy picit itt körüljárni. Mert ha az állam az, amit ma annak neveznek, akkor köszönöm szépen, én azt mondom, mint a kanga mondja, a kenguru ugye a micimackóban, pontosabban az ő zsebében mondja Malacka, hogy ha ez a repülés a magam részéről, egy életre lemondok róla. Na most, ha ez az állam a magam részéről, egy életre lemondok róla. Tehát ebbe biztosak lehetünk, hogy Attila állama nem ez az államtípus volt. Ennek az államtípusnak, ma már nagyon jól tudjuk, ennek tulajdonképpen nem a termelés az alapja, sem szellemi, sem fizikai értelemben, hanem a közvetítés. És a közvetítésben mindig be tudok vinni olyan torzító mozzanatot, amitől akár a termelőt és a fogyasztót egymásnak tudom ugrasztani, miközben én dörzsölöm a kezemet és hasznot élvezem. De szellemi értelemben is így van. Tehát az azt jelenti, hogy mit tudom én, egy felvidéki Tóth atyafival két pillanat alatt egyet tudnánk érteni. De szépen közénk nyomják a... Hirtelen ki akartam mondani ezt a pánszláv elméletet, és abban a pillanatban ő már azzal érvel nekem, hogy mi voltunk itt előbb, mondja ő, mint szláv. Miért? Hát mert tele vagytok szláv jövelény szóval. És én nem kérdezhetek vissza, hogy te ott voltál, amikor ezt átvettük? Hát miért vagy olyan biztos, hogy két egymásra hasonlító szó közül csak mi vehettük át tőletek? Hát mutass már nekem valami kultúrára utaló nyomot a sírjaitokban. Hát hogy képzeled el, hogy a sírjaitokban semmi kultúrára utaló jel nincs, közben meg nekünk száz számra adjátok át a kultúrszavakat. Hogy képzeled te ezt? Ez a kérdés is olyan, amit nem illik föltenni. Teljesen nyilvánvaló, itt egy hazugságról van szó. Tehát nem, hogy nálunk magasabb szintű szellemi kultúra nem volt szlávoknál, hanem egyáltalán nem volt. Tehát ez azt jelenti, akiknek ennyire nincs maradványuk sírreletek formájában, hát hogy képzeljük, hogy annak viszont a szóanyagában, tehát az egymással való kapcsolatteremtési anyagában viszont, hát hogy milyen duskálnak a kultúrszóban. Tanár úr, mi az oka annak, hogy mégis ezer éves államnak tekintik és nevezik és hirdetik Magyarországot? Hát ez egészen csak finom kifejezés, röhögni lehet. Tehát az egész úgy, ahogy van, egy nagy kamu, nagy hazugság. Hát csak Attilaig megyünk vissza, akkor már több mint másfél évezredet mentünk vissza az időben. Hát én nem szeretném, ha leragadnánk itt a hazugságnál, de hát ez van egy alaptétel a hazugságok, hát mondjam, dzsungelében. Hazudni csak nagyon nagyot érdemes. És ezt úgy, szóval el szokták mondani, másik pedig, hogy szóval ugyanazt, vagy legalábbis egy bizonyos toligon belül ugyanazt kell folyamatosan hazudni. Most erre én tudok egy nagyon, hát tulajdonképpen elkeserítő, de hát egyenes élményt mondani, tehát személyes az élményem. Olyan valaki mondta el, aki nem gondolta arra, hogy ez egyszer még meg lesz előztetve, pedig egyáltalán nem titkolózva mondta.
Ez a következő volt, ez a médiában egy egész magas szinten dolgozó valaki volt, és mindez a 60-as években. És a következőt mondta, nem nekem, csak tanúja voltam. Azt mondja, ezeknek, na most ezeknek, nem tudom, hogy ráismerünk, ezek mi vagyunk. Tehát mi nem ők vagyunk, mi ezeknek. Ezeknek addig fogjuk mondani, hogy disznók, amíg röfögni fognak. Na most ez a média szerepe, csak hogy tudjunk róla. Na most ma már innen is onnan is bizony hallok röfögéseket. Tehát ez azt jelenti, hogy a hazugság önmagában nem sokat számít. De ha én azt itt elmondom, utána másnap olvassa a még akkor létező Népszabadság vezércikkében, akkor utána tovább megy egy nagyon avantgárd, mit tudom, narancsba olvassa, ilyen, hogy hívják, közepette, ilyen trágár szavakkal megtűzdelve, akkor egyszer csak beül, hát ha ennyien mondják. És ráadásul ezeknek egy részétől egy ilyen fél, hát józan, fél nem józan állapotban olvassa, mert hajnalban kell, este még mulatott, és ilyenkor nem teljes értékű a kritikai érzékünk. Tehát azt jelenti, hogy elhiszem, befogadom. De mégsem hiszem el, és úgy gondolom, sokan vagyunk, akik nem hiszük el, mert ha az ember elkezd gondolkodni, akkor nem passzolnak dolgok. Ha csak azt az 1000 éves álmot veszük alapul, tehát logikátlan, nem passzol, hát valami nem igaz benne. Tehát nem lehetünk 1000 évesek, ha van nekünk egy Attila uralkodónk, akkor az 1300-1400-es években itt volt. Tehát akkor nem 1000 évesek vagyunk, és hogyha visszamegyünk még tovább, elmehetünk egészen Nimrodig, akkor ki tudja, hogy meddig fogunk tudni, hogy az időben visszamenni. Tehát valami nagyon nem stimmel. Igen, és inkább ennek hisz az ember, mint ennek az 1000 éves kocsfasznak. Igen, ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy olyan a felépítése a jelenlegi kulturális tevékenységnek, hogy önnek már a mondat első felét se engedték volna befejezni, hogyha ez a gépezet tényleg úgy működne, ahogy megtervezték, és ahogy sajnos nagy részében működik. Tehát nem jó föltenni ilyen kérdéseket, mert esetleg az állásába kerül családját molesztálni fogják, és itt tovább. Meg lehet oldani, ma is megoldják, hát régen egyszerűen elvitték, kész, ennyi. Tehát én éltem abban a korban. Tehát az embernek nagyon pontosan kellett tudni, hogy mi az a kérdés, aminek mondjuk két szava közé a szünetben, abban a szünetben bele lehetett gondolni olyat, amit esetleg már ki tudott olvasni belőle a néző, de még a szövegben nem szerepelhetett. Tanár úr, mi jellemezte Istvánt az ő uralkodása alatt? Milyen uralkodónak lehetne őt jellemezni? Uralkodóként lehetne őt jellemezni? Hát itt két sarkosan eltérő vélemény van. Az egyik az, ami sajnos a magyar embereknek a nagy részében úgy él benne, hogy ők tényleg hisznek benne, hogy ez így igaz, és nem is sejtik, hogy ez tulajdonképpen egy egészen késői. Tehát az úgynevezett ellenreformációs, a barokk időszakban született kép vagy képlet, ez az úgynevezett, ezt persze én neveztem így, tehát nem közkincs, azt tudnék, hogy ez a vaskezű mumus. Ez mit jelent? Az, hogy a vaskezű, szóval letört mindent, ami nem a fejlődést segítette elő. Tehát ez egy vaskész kell. A másik pedig, hogy lehet riogatni vele embereket. Ha te nagyon magyarkodsz, akkor vigyázzál, mert akkor most is előjöhet egy Szent Istváni magatartás. És ezzel még Kádár elvtárs is élt, vigyázat. Tehát ez mit jelent? Ennek az a lényege, ezt azt hiszem itt már egyszer megfogalmaztam, de hát ezt nem lehet elégszer. Hogy tudnélik, ti magyarok olyan ostobák vagytok, hogy még a legelemibb érdekeiteket is csak vassal és tűzzel lehet rátok kényszeríteni. Nem tudom, értető-e? Na ez a mumus szerep. Na de ezt még Kádár is így mondta, csak ő kicsit más megfogalmazásban. Vagy ha már ennyire nyíltan kellett, akkor azt mondta, majd a Buci Gyuri megfogalmazza, ez a Marosán György volt annak idején. Hát mostanában játszották a rádióban egy Marosán nyilatkozatot. Tehát egyszerűen szőr fölállt a hátamon. Hát bennünket ez a Buci Gyuri fogadott az egyetem épületében, a központ épületében 57. szeptemberében, és azzal kezdte, hogy tudjuk nagyon jól, hogy maguk robbantották ki az ellenforradalmat. Vegyék tudomásul, itt többet nem lesz ellenforradalom. Ezzel fogadtak bennünket, mint kezdő egyetemistákat. Tehát ez maga a vaskezű mumus. Tehát mi erőt mutatunk, és mi jobban tudjuk, hogy mi a ti érdeketek, és azt igenis rátok fogjuk kényszeríteni. Nem tudom, ismerős-e? Ismerős tökéletesen. Hát akkor.
Tökéletesen. Ezzel a mumus szereppel szemben Istvánnak mi volt a jellemvonása? Hát pontosan az, amit az előbb megpróbáltam összefoglalni, nem engedte, hogy szempont nélkül, csak nagyon rövid távú érdekeket szem előtt tartva, bár jó hiszeműen, de széttépjék a Kárpát-medencét. És fölzárkóztassák egyik felét, nyugat felé, másik felét, Bizánc felé. És ez egy hatalmas erénye volt. És azért még egyet, mint fölírogattam, hogy tulajdonképpen mi az, amit benne nagyon kell tisztelni, mert nézem, hogy miről volt még itt szó. Igen, hát azért tulajdonképpen, amit én a legfontosabbnak tartok, jó, ne húzzuk itt az időt, az, hogy a szkíta erkölcsről be tudta bizonyítani a világnak, hogy ez egy létező erkölcs. Mert Attiláról, mert ezt megbeszéltük már itt is, egymás közt is, hogy a nagy tette Attilán nem az volt, hogy katonailag győztes volt. Ahol ő tehette, ezt megbeszéltük már, azt biztosan tudom. Az mindig az volt, hogy ha volt egy esélye rá, hogy meg tud egyezni, mindig megegyezett. Tehát soha nem a fegyvert választotta első érvnek. Ez az ultima ráció lett, az utolsó érv, mindig. És ami a nagy tette volt, az nem egy hadi győzelem volt, hanem az volt, hogy a halálos ellenségének meg tudott bocsátani. Ott pontosan lehetett tudni, hogy ha ő Rómát nem dúlja föl, mint az összes elődje és utódja, nem gyilkolja le, nem rabolja ki, akkor ezek föl fognak emelkedni, és ők fogják őt kinyírni, majd az utódai ellen állandóan föl fognak lépni. Tehát ő pontosan kellett, hogy tudja, hogy a megbocsátásnak ára van. Na és Jézus nem tudta, hogy az ő áldozatának ára lesz. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy egészen Attila koráig nem lehetett bizonyítani, hogy a krisztusi áldozat igenis emberi közegben is végrehajtható áldozat. Azt mondja, hát igen, az Isten fia könnyen engedheti meg magának. Tehát ezt viszont hosszú távra Attila nem tudta bebizonyítani, csak egyetlen példára. Mert utána ő azonnal meghalt. Következő évre már meghalt. Viszont Szent Istvánnak ezt hosszú távra kellett bizonyítani. Ezért van az, hogy a krónikáink mind a kettőt első magyar királynak mondják. Mind a kettőt. És félreértés nélkül. Tehát egymás után néhány oldalnyira már Szent Istvánra is mondják, hogy első király. Holott előtte néhány oldalra Attilára is mondták. És Attilára hosszú ideig, még 1700-as években is születtek olyan ábrázolások Attiláról, ahol aláírja, hogy a magyar nyelv, hanem a magyar népeknek többes számban a hetedik vezére és első király, Attila. Tehát ez már bőven benne vagyunk már a Mária Terézia korában. És ez azt jelenti, hogy itt a kettő nem egymás ellen érvényesül, hanem dinamikus, hát hogy mondjam, karakterre, tehát jellemző sajátosságokkal Attilának kell, de statikusan, tehát hogy ez hosszú távra is érvényes, ez Szent Istvánnak. És ez mit jelentett? Mit mond ki a szkíta erkölcs? Mikor vagyok én győztes? Az ellenfelemet magam fölé tudom emelni. Kész. Ezt csinálta Szent István. Na, én ezért tisztelem. Pont. Tanár úr, tökéletesen érthető az elmondás alapján, hogy milyen helyzet volt az akkori magyarság. Szent István egy megfelelő módszert alkalmazott az magyarság és Kárpát-medence egységének a megőrzése, megóvás érdekében. Mi volt ez a módszer? Van még 8 percünk, hát ezt kifejthetnék részletesen. Egyet kell tudni, hogy a ingyen kegyelem, amit ő gyakorolt, az nem tévesztendő össze a hülyeséggel. Tehát most elnézést kérek a kifejezésért. Tehát ez nem azt jelenti, hogy bármit, bármikor, bárkinek én ki tudok szolgáltatni. Vannak dolgok, amiket nem lehet. Tehát például azt a nemzeti alapkaraktert, ami tulajdonképpen pontosan az ingyen kegyelem tényleges hát megvalósítását garantálja azáltal, hogy én magyarnak születtem. Tehát ez a sajátosságrendszer, ezt nem lehet feláldozni. Tehát azt jelenti, hogy neki védeni kellett ezt a karaktert, de azt is bizonyítani kellett, hogy igenis egy szkíta erkölcs nevében. Most ezt hogy tudom bizonyítani? Úgy, hogy a fertőzést, amit azonnal lehet érezni, túl nagy a különbség. Tehát aközt, ami egy ószövetségi erkölcsben megengedhető, tehát mit tehetek az ellenfelemmel, csecsemőit sziklához verdeshetem. Tessék elolvasni. Benne van, Zsoltárokban is benne van, Sámuel könyvében benne van, Királyok könyvében, Krónika könyvében, tehát ezek olvasható dolgok.
Tehát nem arról van szó, hogy nekem mi a véleményem. Tehát a lényeg az, ezt nem lehet ennek az erkölcsnek feláldozni azt, ami a szkíta erkölcs. Tehát az, hogy én fölemelni akarom az ellenfelemet, nem elpusztítani. Ez egyeztethetetlen. De kis adagokban én beengedhetem ide, mondja ezt már Szent István, azért, hogy élő példán lássák, hogy mit jelent a különbség. Nem tudom, érthető. Igen. Na most Attila még el akart hárítani. Tehát ő úgy igyekezett védeni, ahogyan a dezinficiálással védekezünk. Tehát egy réteget képezünk, ezt a múltkor aztán elég részletesen elmeséltem, de Szent István már ezt nem tehette meg. Részben azért, mert közben felhígult már a Kárpát-medence népessége, tehát neki már a mássággal is számolni kellett. És miután ez benne van a szkíta erkölcsben, a másság érdekében teszem az áldozatot. Hozom az áldozatot. Tehát igenis számolok a mássággal. Másság nem köteles velem számolni. Nem tudom, érthető a különbség. Tehát ez nem reciprok viszony. És ez borzasztóan nehéz, hogy megszokni, mert mi abból indulunk ki, hogy aki, hogy mondjam, akivel én egyáltalán beszélgetek, hát az ugyanúgy gondolkozik, mint én. Tehát azt jelenti, hogy számára is az a fontos, hogy az igazságot találjuk meg ketten a beszélgetés révén, és nem pedig egymást akarjuk legyűrni. De a másik félnek, az úgynevezett másságnak egy sokkal egyszerűbb módszere van. Ha vitás kérdés van, az sokkal egyszerűbb, ha engem kiírt, és akkor neki lesz igaza. És jelenleg ez az egyetlen technika, amit gyakoroltatnak, és gyakorolnak a világgal. Tehát nem tudom, hogy sikerült-e érzékeltetni, a Szent Istváni áldozat, az teljesen egyértelműen következik a szkíta erkölcsből. És tulajdonképp hosszú távra se tudnék mást javasolni, de azzal a feltétellel kis adagokban és szigorúan ellenőrzött körülmények között. Eleget tudott tenni ennek a feladatnak, István? Miután mi szándékosan vagyunk eltérítve attól, történettudomány módszereivel, hogy tényleg hitelesen tudjunk véleményt alkotni Szent Istváni korról, erre nem tudok válaszolni. Nem is vagyok hajlandó addig, amíg valamelyest hát pontosabb adataink nincsenek, lehetnek még. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki ráfogja, hogy jó, hát nagyot akar, de nem sikerült. Nem így van. Egészen az Anjou korig, sőt, tulajdonképpen az első Habsburg most róla lépéség még létezik és kimutatható a magyar ősvallás. Tehát a kereszténység, de nem a judeokrisztiánus formál. Tehát nem igaz, hogy ő gyökerestől kitépte. Ennyit tudok most mondani. És azért nem szabad elfelejteni, én művészettörténész vagyok, tehát nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, de ez egy beszélgetés. Tehát itt nem szentírást fogalmazok, hanem utalok forrásokra, de tekintsük annak, ami egy beszélgetés. Mint uralkodónak milyen volt a kül- és belpolitikája a környező népekkel és a saját népével kapcsolatosan? Mennyire nevezhető ő jó politikusnak, ha ezt a szót használhatom? Hát ez most politika történet, ez nem az én asztalom, ezt rögtön hadd közöljem, de azért egy-két dolgot el lehet mondani, mert annak nyoma van a művészet történetben is. Az egyik az, hogy pontosan érzékelte, hogy ez az áldozat nyugat felé mit fog majd kiváltani. Mit váltott ki? Egy teljesen arcátlan támadást a német-római császárság részéről. És mit csinált Szent István? Úgy kiverte őket, hogy a lábuk nem érte a földet. Az a másik kérdés, hogy a bulgárok ellen miért viselt hadjáratot, ott már lehetnek problémáim. Vannak is. Mert Bizánc felé más volt az ő tájékozódása, de nincs rá módom, hogy ezt megítéljem. Tehát nem is óvakodom is attól, hogy én amit mondjak erről. A tényeket amennyire annyira ismerjük. De biztos, hogy volt távolra ható elképzelése is. Tanár úr, István óta volt még olyan nagy uralkodója a magyar népnek, mint ő maga? Hát biztos, hogy volt. Hát először is Szent László. Hát ez már eleve. Tehát ha én Attilától megnézem, hogy milyen csúcs a következő, az bármilyen furcsa, az nem Szent István, a Szent László. És ez abban azon is mutatkozik, hogy tehát Attila is visszatér. Igaz, hogy a fiának a képében, Csaba királyfi képében, amikor hívják, na de Szent László is visszatér, és ugyanazok hívják a székelyek, és ugyanúgy visszatér. Szent Istvánról nem tudunk ilyet. Tehát a szakralitás szempontjából Attilával azért Szent László van körülbelül azonos szinten, de Szent István is nagyon ott van a közelükben. És hát utána Mátyás. Hát őt a maga korában is második Attilának nevezték.
pontos idézet van róla, tudnám idézni. Tanár úr, van még másfél percünk. Mi az, amit még tudhatunk erről a nagyszerű uralkodóról, amit még el lehetne mondani ebben a műsorban? Hát én végszónak már tulajdonképpen azt szántam, amikor mondtam, hogy mi az, amit én magaménak érzek belőle, és ezt én nem szeretném felülütni. Én azt szeretném csak javasolni, hogy nézzenek utána a dolgoknak. És amiket én itt elmondtam róla, illetve az akkori környezetről, időbeli környezetről és térbeli környezetről, ezt a bizonyos pulzáló eurázsiai rendszert, ezt nagyon vegyék komolyan. Mert ha ezt nem tudjuk visszaállítani, akkor az emberiség végleg leépül. És ennek sajnos már elég erősen látjuk a jeleit. Tehát ennek igenis újra kell nyílni ennek a kapunak. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon hasznos információkat kaptam meg öntől, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon érdemes utána nézni azoknak a dolgoknak, amiket az emberek bennük kétségként merülhetnek fel, hisz így lehet helyére tenni ezeket a dolgokat. És még egyszer köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsor támogatója a 18 MK autós iskola, a múlt és a jövő iskolája.